Kapsz egy falatot, na. Ez a kutyus türelmesen várja, amíg gazdája odaadja a jutalomfalatot. Szófogadóházi állat, bár olykor akadnak nézeteltérései más ebekkel. Éppen ezért a kevésbé forgalmas időszakban keresi fel ez a pécsi hölgy a megyeri téri kutyafuttatót. Egy svádaljak, aki nem beregszik, aki nem kötekedik, az már jó. Aki az enyém, ez nem igazán szereti a többieket. Mindig jár a szája, kiabál, és hát a lényeg után, amikor bejönnek, akkor már nincs baj. Csak hát a mezsé határ. Áprilisban többek között ilyen témákat is felhozhatnak a pécsi kutyások, ugyanis a közterületfelügyelet fórumot hirdetett számukra több helyszínen is 3 időpontban. A fórumon szórólapokat fogunk, tájékoztatókat fogunk kiadni, megbeszéljük velük, hogy mit, hol lehet, tehát próbáljuk egy kicsit az ismereteiket felfrissíteni, illetve, ahogy mondtam, szeretnénk hozzájuk egy kicsit közelebb kerülni, hogy ne közellenségként nézzenek ránk, hanem egy partneri viszonyt szeretnénk kialakítani a későbbiekben vagy a jövőben. A kutyafuttatókon kívüli viselkedés is többeket zavar. Ennek a négylábúnak a gazdája, bár nem nyilatkozott kameránk előtt, azt mondja, nem is az ebekkel, inkább az emberekkel van több gond. Mások szerint a közterületen hagyott kutyapiszok is nagy problémát jelent. Ha pedig már közterület, többek között a parkolással, szemeteléssel kapcsolatban is lépni készül a felügyelőszerv. Áprilisban külön akciótervet dolgoztunk ki a tekintetben, hogy a kutyásokat fogjuk főleg górcső alá venni, de ez mellett az összes italfogyasztást, a köztisztasági szabálysértéseket, a parkolást, illetve a kódulásra való visszaélésekre fogjuk kihegyezni az ellenőrzéseket, tehát ebbe az irányba próbálunk elmozdulni a mindennapi munkák mellett. A parkolás ellenőrzésére a Centrum parkolóban és a Vásártéren számíthat a lakosság, de a Diana téri piacon, a Komlói úti és a Nagyvárad utcai kisboltok előtt is járőröznek a közteresek, ahol a szeszes ital fogyasztását figyelik.